Ez lenne a legnehezebb matek érettségi feladat. Na jó, ez a kedvencem. Itt csak rajzolnunk kell egy olyan hatpontú gráfot, amelyben minden csúcs fokszáma 3. Mit jelent a gráf? 6 pontja van, hát 6 darab csúcsot, 6 darab pontot le fogunk rajzolni. Mit jelent a fokszám? Hát a fokszám azt jelenti, hogy az adott csúcsban hány darab él fut be. Például ennek itt 3 lesz a fokszáma, mivel 3 darab él fut be. Ugye éleknek hívjuk azokat, amik két csúcsot, két pontot összeköt. Most már csak annyi a dolgunk, hogy úgy rajzoljuk meg ezeket a vonalakat, hogy minden egyes pontba 3 darab fusson be. Amivel kész vagyunk, azt én meg fogom itt jelölni. Kell nekünk még ide mondjuk egy, így megvan ez a pontunk is. Ha jól látod, már csak két olyan pont van, amihez nem tartozik nyíl, ha őket összekötjük, akkor meg is vagyunk minden egyes csúcsba, 3 darab él fut be, így minden egyes csúcsnak a fokszáma 3 lesz. Két extra mód, amivel múlté lehet a matek érettségi para. Hétfő lesz egy last minute érettségi felkészítőnk, amivel a maximumot tudod kihozni magadból. Ezen a linken ezzel a kuponkoddal 20% kedvezményen tudsz csatlakozni. Teljes matek tudásom a tiéd lehet a Genius Guide útmutatóm által, kb. Egy mozi jegy áráért. Minden témakörhöz megoldási módszerek és a legtöbb tippjeim is benne vannak. Ne bízd a véletlenre a matek érettségit, és hozd ki magadból a maximumot.